Keveset még köhög. Apetit? Eszik csak, eszik, nem iszik. Ez a másfél éves kisfiú 745 grammal született, koraszülött volt, légzési, nyelési problémákkal sokat jártak orvoshoz otthon Kárpátalján, de a gyerek állapota nem javult. Az édesanyja úgy gondolta, a kisvárdai kórházat választja inkább. Ott nem tudok ilyen gyerek se hitni. Ő nem tud, ez gyerek nem is akart, hogy mondtam, hogy gyerek fog meghalni, és azért ide jöttem, és itt nekem se hitni, és gyerek él. És gondolom, hogy minden jó. A kisfiú légzési problémái megszűntek, és a gyermek rehabilitációs mozgásfejlesztésnek köszönhetően egyre mozgékonyabb is. A kisvárdai kórházban nem egyedi az eset. A határon túli kisgyerekek gyógyítása mindennapos az intézményben, és a szülészeti osztályon is mindig vannak Ukrajnából érkező kismamák. A kisvárdai kórházban a szülészet jól felszerelt, a baba a mamával lehet az első perctől kezdve, ezért is szeretnének itt szülni a külhoni anyukák. A sürgős eseteket a kórházaknak kötelessége ellátni, de a külföldi betegek vizsgálatokért, sebészeti beavatkozásokért is felkeresik a magyar kórházakat, és kifizetik az ellátást, kivéve, ha van tajkártyájuk. Kárpátaljáról azért naponta biztos, hogy 3-5, mit tudom én, hurutosabb szezonban vagy több, a kórház szerte, most nem a gyerekosztályról van szó, kórházunkban jelentkeznek betegek ellátásra, egyrészt sürgősségi ellátásra, ez mindig kiszámíthatatlan, ez aktuális, illetve van, aki eleve a gyógykezelését, vagy a kivizsgálását, diagnosztikus vizsgálatokat kórházunkban szeretné elvégeztetni. Szabolcs megyében a kisvárdai és a nyíregyházi József András kórházban is gyógyulhatnak külhoni magyarok. Az állam az elmúlt évben 30 millió forinttal támogatta a környező országokban élő magyar betegek anyaországi gyógykezelését. Abban az esetben kérhetnek segítséget a Kőszikla alapítványon keresztül, ha otthon nehezen vagy egyáltalán nem férnek hozzá a korszerű kezelésekhez. Az a tapasztalatunk, hogy Kárpátalján nagyon-nagyon rossz az előzetes megelőzés egyrészt, tehát sok olyan betegség van, ami megelőzhető lenne. Sajnos ugye a védőoltások egy részét sem kapják meg, és a másik pedig az, hogy a diagnózisok sokszor tévesek. Sokszor súlyosabbak, mint a valóság. Van, amikor pedig, majdnem azt mondom, hogy ha nem is tudatosan, de nem ismerik fel a betegségeket, sokszor előről kell kezdeni a diagnózissal, és utána pedig a terápiával a dolgokat. A betegséget feltáró és azonosító diagnosztikai vizsgálatok mellett operációkat, szívműtéteket is finanszírozhat az állam, a költségeiben drágább sugár és kemoterápiákat viszont nem.